az újdonsült házaspár sülve főve együtt van. Habár egyikőjüknek sem egyszerűek a mindennapjai, amikor csak szabad idejük van, azt együtt töltik. És nem ritkán a konyhában, ezért most is úgy döntöttek, hogy kifőznek valami finomat. Persze némi segítséggel. Előételnek spárgát választottak Berni Mártással és pármai sonkával. Roland otthonosan mozog a konyhában, így nem illetődött meg, hogy egy profi mellett kell bizonyítania. Elég sokat szoktam főzni otthon is, de igazából az edzőtáborok azok, amik a megterhelőek. Például egy ilyen személyi edzőtábor, amikor 6 emberre vagy 7 emberre is akár. Én főzöm az ebédet, meg a vacsorát is. Kiutaztam utána a szevillai edzőtáborba, és azért voltak megdöbbentő pillanatok, amikor nem viccelek, ekkora tál rántott hússal egyszer csak megjelenik, és azt úgy másfél óra alatt, egy óra alatt azt úgy megalkotta, úgyhogy de nagyon-nagyon-nagyon jól főz, úgyhogy szerencsém van tényleg, mert nagyon isteni finomakat eszünk. Hát azért én már hisztem is jó sok kilót, amióta együtt vagyunk. Közben el is készült az előétel, amit Roli ízlésesen ki is tálal. Na de ez csak a bemelegítés volt, most jöhet a főétel. Pisztrány filét készítünk, rolátba megpróbáljuk föltekerni. Talán esztétikailag így kicsit pozitívabb, és friss fekete kagylót sütünk mellé Provence módra. Persze ehhez azért kapnak némi segítséget. Az étkezés fontos szerepet tölt be az életükben és a mindennapjaikban. Ráadásul még az első randevújuk is ehhez kötődik. Elkezdtünk arról beszélni, hogy melyikünknek mi a kedvenc étele, és mondtam, hogy nekem az uzapörkölt. És akkor erre válaszolta Roli, hogy mert neki az egyik specialitása. És akkor a következő randi az már nála volt a kertben, és akkor ott meghívva az uzapörköltre, és 8 órát ültünk a kertbe és beszélgettünk. Azóta eltelt 1 év, és napra pontosan az első randiuk után 1 évvel megvolt az esküvő is, ami azért kalandosra sikerült. Igen, nekem még délelőtt Dunavarsányban volt egy felmérő, és akkor utána hazarohantam, otthon épp füvesítésben voltunk, úgyhogy felástam még a kertet gyorsan. Igen, másfél óra volt az esküvő előtt körülbelül, igen. Hívtam telefonon, hogy ugye minden rendben van, mert én smink, haj, ez az, meg hát az engem sem kellett félteni, a ruhámat aznap hoztam el próbálás nélkül. Úgyhogy hívtam, minden rendben, nem vette fel a telefon, majd egyszer csak érkezik egy kép, ahogy még izzadtan, félmeztelenül a kert közepén ás. Aztán persze összejött a családias és szigorúan szűk körű esküvő, de az izgalmas helyzetekből nem volt hiány. Egy közös számunk a Rúzsa Magditól a Szerelem című dal, és akkor ugye kérte az anyakönyvvezető, hogy vigyük el CD-n a bevonuláskor, akkor ez a szám menjen, és hát valamilyen oknál fogva nem kapcsolták le ezt a számot később sem, és ez is olyan hangerővel ment, de körülbelül folyamatosan 4-5-ször, miközben az anyakönyvvezető beszélt, és úgy, hogy előtte ültünk, semmit nem hallottuk, az volt a szerencsé, hogy nagyjából belőttük azt a kritikus pontot, amikor bólogatni kell, és igent kell mondani, de végig ordított. Ott, hogy olvad a málna a számba. Mi a boldogság receptje? Hát talán az, hogy nagyon sok mindent, amikor van időnk és együtt vagyunk, akkor ezt közösen csináljuk. És közben is nagyon jókat beszélgettünk. Tehát a főzés is úgy van nálunk, hogy azért közösen, tehát egymás keze alá dolgozunk. Van, amikor az én megmorogik a másikat, hogy akkor most már ne szólj bele, ezt én főzöm, csak segítsél. De ez így minden rendben van, tehát tényleg a kommunikáció az a alapja az egésznek. A vonzalom is persze fontos, de annál talán még fontosabb, hogy a két ember az egy hullámhosszon legyen, és tudjon is, merjen is őszintén sokat beszélgetni egymással. Tehát én tényleg talán nekem így első között mindig ez ugrik be, hogy mi rengeteget kommunikálunk. Nagyon kíváncsiak vagyunk még mindig egymásra, és ez, mondom, én nagyon reménykedek benne, és hiszem is, hogy ez így is fog maradni. Talán én ebben látom a hosszú kapcsolat titkát. Nem húzták az időt, 1 éve ismerik egymást, és már házasok. Adja magát a családalapítást kérdése. Nekem most jönnek a versenyek, Vivinek meg reméljük újabb könyvek, meg hát a mindennapokban. És a baba meg majd. Amikor szeretne, akkor jön. Természetesen beszélgettünk róla, és nagyon még azt szoktam mondani, hogy jobból nem árta. Várjuk. Igen, jobból nem árt a sok, úgyhogy még egy kis kökény az igazán rohangálhatna otthon.